Ám elsőként a CCD félvezető. Egy képérzékelő alkatrész, amit a digitális kamerákba és a fényképezőgépekbe építenek be. Amikor lenyomjuk az exponáló gombot, a CCD lapkát fényhatásnak tesszük ki. Ezután az apró alkatrész a látványt milliónyi apró jelre bontja szét. A kamera processzora veszi a jeleket és megalkotja belőlük a lefényképezett tárgy vagy személy képét. A CCD lapkákat szilíciumból készítik, ami mellesleg a homok legfőbb összetevője. És miért olyan különleges a szilícium? Ha fény éri, az elektronok mozogni kezdenek benne. A gyártást 15 cm átmérőjű, kartonvastagságú szilícium lapokkal kezdik. A lapokat 3-4 órán át gőzölik. A nagy hőmérséklet, illetve a hozzáadott oxigén és hidrogéngázok hatására a lapokon vékony, üvegszerű réteg képződik. Ez a réteg szigeteli majd az apró áramkört, amit nem sokára rá fognak telepíteni. Ám ezt megelőzően a lapot vezető réteggel vonják be. Ez a réteg az egy mikronos vastagságot sem éri el, még az emberi haj is százszor vastagabb nála. A szigetelő réteget egy robot egy mikron vastagságú fényérzékeny gyanta réteggel vonja be. A fényhatás éri, a gyantában kémiai reakció indul meg. Egy technikus speciális maszkot helyez a lapka fölé. A maszk valójában egy áramköri lap sablonja. Amikor fényképezünk, a fény elektromos impulzusokat generál a szilícium lapon. Az elektronokat ez az áramkör juttatja el a kamera processzorához, ami a jelek átalakításával létrehozza magát a képet. Ez a gép intenzív ultraibolya fénnyel világítja meg a maszkkal letakart szilíciumlapot. A gyanta réteg maszk által nem árnyékolt elemei átalakulnak, és a megfelelő vegyi anyagokkal most már könnyen el lehet távolítani őket. A következő lépésben tehát kémiai úton eltávolítják a fölöslegessé vált részeket. A gyanta lebomlik, és alatta szabaddá válik a vezető réteg. A folyamatot minden egyes lapon 13-30 alkalommal megismétlik, amíg el nem készül a végleges áramkör. A következő lépésben a technikusok a lapot savba mártják, ami leoldja róla a nem fedett vezető réteget, így csak a gyanta réteg által védett tényleges áramkört alkotó vezető rétegek maradnak rajta. Ezt követően egyszerű csapvízzel eltávolítják az esetleges maradékot. Majd desztillált vízzel megszabadulnak a csapvíz szennyeződéseitől is. A gyártási folyamat során nagyon oda kell figyelni a tisztaságra, egyetlen porszem is tönkre teheti az áramköri lapot. Az áramkör védelmére folyékony üveggel vonják be a lapokat, hogy aztán 2 órát hevítsék őket, amíg az üvegréteg megszilárdul. A lap felszínén 25 millió aprócska cella található, az úgynevezett pixelek. Amikor a fényképet készítjük, minden egyes pixel a kép egy-egy apró részletét érzékeli, és létrehoz egy elektromos jelet. A CCD lapon található szűrő az egyes pixelértékeket színekké alakítja. Ebben a gyárban ezeket a szűrőket 3 festékanyagból állítják elő, vörösből, zöldből és kékből. A 3 szín kombinációjából bármilyen színt újra elő lehet állítani. A kamera processzora fogja a jeleket, és pixelről pixelre haladva újra felépíti a lefényképezett tárgy képét. Minden elkészült CCD lapot egy sor próbának vetnek alá, ellenőrizve, hogy minden áramkörük kifogástalanul működik-e. Ez a gép a hibás áramköröket festékkel jelöli meg. Egyetlen rossz áramkör elég, hogy az adott CCD lapkát leselejtezzék. A technikusok minden egyes lapot mikroszkóp alatt is megvizsgálnak, olyan karcolásokat keresve, melyek esetleg a gyártás során jöttek létre. A 25 millió pixellel ellátott CCD lapot egyszerűen csak 25 megapixelesnek nevezi a szakzsargon. A pixel érték minden lapon eltérő lehet, attól függően, hogy milyen típusú kamerába szánják.
Ez a gyár akár 111 megapixeles CCD-ket is képes előállítani. Így, ha legközelebb azt mondjuk, hogy ott repül a kismadár, jusson eszünkbe, hogy micsoda összetett gyártási eljárás kellett ahhoz, hogy kameránkba végül megszülessen egy digitális fénykép.